Szép estét kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit itt a TEDx sajtótájékoztatóján. Engem Rutka Jánosnak hívnak, talán a legtöbben a sporttal kapcsolatos írásaim és gondolataim okán ismerhetnek, hiszen heti rendszerességgel publikálok online felületeken, valamint szakértőként dolgozom több tévétársaságnál is. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy de hát, ugye többségében hölgyeket látok a szembefényben, hogy mit is csinál egy szakértő? Talán legegyszerűbben Gundel Takács Gábor szavaival tudnám ezt összefoglalni, ennek a lényegét. A szakértő az az a személy, aki a mérkőzések előtt elmondja, hogy mi fog történni. A szünetben és a mérkőzések után pedig elmondja, hogy miért nem az történt. Tehát sokat beszélek és írok, hol jobban, hol rosszabbul, és bízom abban, hogy a kortársaim közül azt a 20%-ot képviselem, amit nem kell kikukázni. Én kifejezetten szeretem a színházat. Ahogy Gál Völgyi János a focit, nekem ez hatalmas megtiszteltetés, hogy itt lehetek a Katona József Színház színpadán, annak az épületnek a legszentebb helyén, ahol szabadidőm egy releváns, szemmel jól látható részét töltöm. De hogy jut el idáig egy sportoló? Hogyan jut el odáig, hogy megszólaljon? Milyen lelki folyamatok, külső tényezők befolyásolják? Meg kell szólalnia egyáltalán? Vagy a sportoló csak maradjon a kaptafánál, maradjon csendben és sportoljon? Miért néznek rá fehér hollóként, amikor elmondja szubjektív véleményét? Ne talán feltűnik egy koncerten, egy színházi előadáson vagy egy kiállításon. Hogyan jut el valaki a kemény szabályokkal és elvárásokkal átszőtt világból, idáig a piros szőnyegig, a megnyilvánulásig, a szabadságig vagy a hidakig? Pontosan 2 éve, december elején kint álltam a Madács téren. Tele volt a tér, mindenfelé csak emberek. Pintér Béla lépett a színpadra, elővette kis gyűrött papírjait, és a felkiáltó jeleket kérdőjelekre cserélte. Megtudtátok, hogy a pokolban kipeckelt szemmel kell majd néznetek a Magyarország-Wales világbajnoki selejtezőt? Ajjaj, először én is nevettem, jó, poénnak tűnt, aztán tapsoltam is a tömeggel, majd elgondolkodtam ezen az egészen. Egy általam nagyon szeretett, zseniális kortárs alkotó pozícionálta a saját szakterületemet több ezer ember előtt. Ekkora lenne a szakadék. Ilyen mélyre lettek leásva az árkok. Hol az én helyem mindenben? A nem létező hidak közepén? Létezik-e egyáltalán olyan híd, amely áthidalhat ekkora szakadékot? Másonnan szerettem volna kezdeni ezt a beszédet, és máshova is akartam kivezetni. Azonban az első TEDx-es találkozó óta számos területtel kellett foglalkoznom, írnom is róla, és az élet elém sodort egy témát, a túri ügyet, amiben nagyon beleástam magam. Született belőle egy nagyon erős anyag, nyilván nem miattam, hanem az interjú alany mérővel a tudása és kendőzetlen válaszai okán, és ez nagyon erős hatást gyakorolt erre a beszédre is. 11 évesen kerültem a Ferencvárosba. Évekig edzettünk télen-nyáron, hóban, fagyban, esőben a salakos, majd a földes pályán, ahol az időjárásnak köszönhetően hol bokáig gázoltunk a sárban, hol az életünkért küzdöttünk a betonszilárd megfagyott talajon. A felszerelésünk sem volt hasonlítható a mai vízhatlan speciális felszerelésekhez, izzadtan, vizesen kellett hozzászoknunk az extrém körülményekhez. Más világ volt a pályán és azon kívül is. Én is láttam elcsattanó pofont. Gyerekfenékkel landoló, bőrszíjjal áthúzott fapapucsot, ugye ezt hívják klumpának. Elvörösödő fejjel leordított kis játékosokat a pályán és az öltözőben is. Átestem a kötelező beavatásokon, és nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez egyáltalán micsoda. Minden sportágnak nyilván megvoltak a saját specifikumai. Nálunk a futballban ez úgy nézett ki, hogy egy feladott cikk a napi sportújságból, egy minimális idő a memorizálására, természetesen tele táblázattal, eredményekkel, statisztikákkal, mindennel, majd 10 kérdés. Ahányra nem tudtad a választ, annyi hasipacsit adhatott minden egyes csapattárs. Magyarul szétverték a hasadat. Valaki humánusabban, valaki kegyetlenül.
szigorú szabályok és időbeosztás szerint éltünk. Folyamatosan meg kellett felelnünk a szülőknek, a tanároknak, az edzőknek, majd a szurkolóknak, közvéleménynek, újságíróknak és a vezetőknek is. Az esetleges tehetségeden, tudásodon, szorgalmadon túl így kaptál lehetőséget, így versenyezhettél, így utazhattál külföldre, lehettél válogatott, kaphattál esetleg jobb szerződéseket, és nem utolsó sorban így fogadott el, dicsért az ezerfejű szörny. Az akkoriban még sokkal durvább dolgokig is elmenni képes szurkolói közeg. A vezetőiknek szabad bejárása volt az öltözőnkbe. Egy ilyen közegből megszólalni nagyon nem egyszerű. Akkor miért kérik mégis nagyon sokan számon, mint például Cselaci esetében is azt, hogy miért nem akkor beszél egy sportoló a negatívumokról, a bántalmazásokról, amikor azok megtörténtek? Miért csak később, idősebb fejjel mer az ember szembenézni a múlttal? Egyik lábam indulni nem mer. Másik lábam maradni nem. Sivatag folyt, taszít a tenger, elég nehéz nekem, velem. Helyzetjelentés Fodor Ákostól, amely azt hiszem nagyon illik ide. Sohasem tudhatjuk, hogy mi van, mi volt egy sikeres pályafutás hátterében, egy megnyert aranyérem mögött. Milyen mikro és makro hatások kísértek végig egy karriert. Egy teljesen más normarendszer elfogadott nevelési elvei között kellett teljesítenünk, ahogy hallhattuk a felvezetőben is, a tanulás, a sport és a pihenés háromszögében. Ki nem kapott az idősebbek közül körmösöket favonalzóval? Hatalmas kokikat a fejére az iskolában? Ki ne találkozott volna a kellemetlen zsibbasztókkal a tornaórákon? Majd egy gyors ebéd a suliban, vagy a tömegközlekedési járművön, és várt a pálya, a jégcsarnok, vagy az úszoda, ahol hasonló fegyelmezésre, vagy egyéb megközelítésből motivációra szánt eszközökkel találkozhattunk. Minden sportágnak megvoltak a maga sajátos módszerei, de természetesen nem lehet csak a sportra szűkíteni a bántalmazásokat, melyet teljesen őszintén akkoriban mi gyerekfejjel fel sem fogtunk. Hiszen számos hasonló dologról lehetett hallani a katonaság, az egyház, vagy sajnos a színház világából is. Mindenhol, ahol aláfölé rendeltségi viszonyok voltak, és a rendszer a tiszteletre, az engedelmességre és a megkérdőjelezhetetlen elvekre épült. Az úszodában repültek a fapapucsok. Csattant a gumipapucs a gyerekfenéken. Koppant a hosszú fapálca a fejen, hogyha véletlenül nem úszta meg valaki a szintidőt. Vagy választhattál Juliska néni és Jancsi bácsi között. Juliska néninek hívták a Szécsi Tamás székéből kioperált, hosszúkás, téglatest alakú, fél méter hosszú fadarabot. A verbális részébe és a feltételezett szexuális visszaélésekbe már bele sem menjünk. Sokszor csak a vak szerencsén múlott, hogy milyen elveket valló nevelők kezei közé sodort az élet. A húgom is úszott. A Spartakuszban, majd a Ferencvárosban. Sokszor mosolyogtunk családi összejöveteleken, amikor újra és újra előkerült a története, miszerint oldalra tartott kézzel kellett volna végig sétálni a kis medencén. Úgy, hogy közben leért a lába. Nem merte megcsinálni. Amikor rákérdeztünk ennek a hátterére, azt mondta picike vékony lányként, krokodilok vannak a medencébe. Ő 6-7 évesen így tudta kifejezni magát. Évtizedekkel később mesél csak a saját maga által átélt és látott dolgokról. Ráadásul a sportban korábban nem volt ennyi pénz. A mendemondákkal ellentétben a labdarúgás sem dúskált a javakban. A többi sportágban pedig még ennyi sem volt. Az edzőfejedelemnek tartott szaktekintélyek döntöttek a jutalmak, a prémiumok, az ösztöndíjak elosztásáról, valamint a hazai és nemzetközi versenyeken való részvételről. Ha bizony te világ, olimpiai vagy Európa bajnok akartál lenni, akkor nagyon nem volt más választásod. És mindezek után, sok esetben, mikor hazaértél, elmesélted az aznapi történéseket a szülőknek, akkor még az is előfordulhatott, hogy tőlük érkezett a következő pofon.
vagy a lecseszés, vagy jobb esetben a biztos megérdemeltet fiam örökzölddel való szőnyeg alá söprés. A sportnapjainkban is egy speciális terület, csak bízni tudok abban, hogy 2021-re már eljutottunk odáig, hogy a fizikális bántalmazások már sehol, semmilyen területén nem elfogadottak az életnek, és a verbális nyomásgyakorlás is a legtöbb helyen elítélt viselkedésforma. Újságíróként természetesen nem élek földbedugott fejjel, hiszen látom, nap mint nap tapasztalom, hogy hányan mernek őszintén megszólalni, véleményt formálni, vagy akár csak nyilatkozni. Összefoglalva, azt hiszem, nem igényel különösebb magyarázatot az, hogy ki mikor jut el odáig, hogy beszélni tudjon az őt ért megpróbáltatásokról, ne adj Isten bántalmazásokról. Ez sokkal, de sokkal egyszerűbb és érthetőbb a közegből való távozás után. Ezért nem szabad ítélkeznünk, hiszen soha nem ismerhetjük a teljes történetet. Mérő Vera így fogalmazott erről az interjúban. Az első és legnehezebb állomás annak a beismerése önmagunk előtt, ami történt. Ezek iszonyú fájdalmas szembenézések, amiben benne lehet a bűntudat több szintje is. Miért tűrtem? Miért hallgattam? Miért hagytam szótlanul magam vagy más szenvedését? Esetleg haragudjak a szüleimre is? Természetesen könnyebb a közegből kilépve megtenni ezeket a lépéseket, megszűnik, de legalábbis oldódik valamelyest a közvetlen csoportnyomás, a megfelelési kényszer, a közösséghez tartozás sok mindent felülíró vágya. Nem utolsó sorban nincs már ott a kézzel fogható vesztenivaló. Sokaknál például akkor jön el ez a pillanat, amikor saját családjuk lesz. Másokat más hatások érnek. Vannak, akik egyszerűen megérnek az e fajta helyzetben való kiállásra. Ők azok, akikben idővel jelentkezik a cselekvés iránti vágy és késztetés. Természetesen mindegyik út érvényes, jó, főleg ha a gondolatot, a késztetést tett is követi. Ezt senkin sem lehet számon kérni. Ami segíthet még, az a sorstársak megszólalása. Lám vele is ez történt, ami velem, és őt is ugyanígy érintette. Az ő megélése hasonlít az enyémhez, a megpróbáltatásaival tudok azonosulni. Vera szavai után, tehát a sorstársak. Ha eljutnak odáig, hogy őszintén, félelmek nélkül tudnak beszélni bármiről, az bátorítólag hat a közegre. Láthattuk, hány úszó lépett az elmúlt hónapokban a nyilvánosság elé. Tabuk nélkül megszólalnak a legnagyobb nevek, Darnyi Tamás, Egerszegi Krisztina, Kovács Ági, Rózsa Norbi, Cene Attila, és még folytathatnánk a sort, az lenne az igazán nagy áttörés. Egy fontos mérföldköve a múlttal és a jelennel való szembenézésnek. Ezért van szükség minél több beszélőfejre a sportban. Ikonokra, akik dacolva a körülményekkel, akár a sportszeretők vagy az oldalakra osztott társadalom egy minimális részének a haragjával beszélni kezdenek, bármilyen témában. Így születnek Gulácsi Péterek, Cseh Lászlók, vagy tévednek idegen területre is akár Rutka Jánosok. Idegen területre, melynek a mottója, ne hallgassunk. Egyrésztről Pintér Béla után szabadon pontosan tudjátok, hogy az újságírás, vagy akár a szakértői lét is alapvetően objektív, hiteles és kritikus, vagy ha nem, akkor kurva unalmas és hazug. Másrésztről csapatjátékosként miben is hihetnék, ha nem abban, hogy mindenkinek őszintén, félelmek nélkül el lehet, el kell mondani, amit gondol, amit átélt, amit látott vagy tapasztalt. Az egyének különböző aspektusaitól, képességeitől, meglátásaitól és személyiségétől lesz sikeres egy csapat, az élet bármely területén. Ezek az építő jellegű pozitív vagy negatív visszajelzések az alapjai egy tiszta képnek, egy tisztán értékelhető jelennek és a megfelelő következő lépés kiválasztását eredményező jövőnek. Bár eltűnt a mai közéletből, de hiszek abban, hogy a beszéd, a kommunikáció és az egészséges vita a nullás kilométerköve a helyes út megtalálásának. Merünk részesei lenni a saját jövőnknek, vagy továbbra is az elszenvedői leszünk mindannak. Sportnyelven Mérő Vera a tollaival, szavaival ékeskedve, ismét őt idézve,
Aki csak érmekben és eredményekben gondolkodik, amiért cserébe bármilyen bántalmazás, a lélek megtörése, az emberi álulás és akár hazugság, az ön hazugság sem megfizethetetlen ár, az egyszerűen nem érti az ember élet értékét, értelmét és célját. Az értelmét, melyet Mácsai Pál a Pintér Béla által is megjárt Madách téri színpadon Őrkény az Élet értelme című novellájával próbált szemléltetni. Ha sok cseresznye paprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprika koszorú. Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőle koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, épp oly erős, épp oly piros. De mégse koszorú, csak a madzag tenné. Nem a madzag teszi. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkozik és ügyel rá, hogy a gondolatai ne kalandozzanak össze-vissza, hanem helyes irányba haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára. A megtalált nagy igazságok pedig bátorságot, megszólalást, a saját magam felvállalását eredményezhetik. Milyen érdekes és fájó is egyben együtt említeni a bátorságot és a szólásszabadságát, nem? Azonban az élet túl rövid ahhoz, hogy akár perceket, órákat, napokat, heteket, hónapokat, éveket, ne talán évtizedeket is éljünk le hallgatásban, bármilyen nyomás általi félelemben, saját lelkünk ápolása, megtisztítása, a lélek nyugalmának megtalálása nélkül. Van, aki lép. És van, aki nem. Én bízom abban, hogy inkább előbb, mint utóbb, de mindenkinél eljön ez a szabad pillanat. Ezt teljes szívből kívánom is nektek, önöknek. Egy ugyancsak nagyon kedvelt kortárs író, találtunk még egyet természetesen, mai előadó Tóth Krisztina Porhó című versének zárósorait éreztem a legjobb végszónak. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy meghallgattatok. Vagy túl a túl bonyolult léten, túl ezen egyszer csak majd megérkezem. És itt létemet átlátom ott. Köszönöm szépen.